Advent harmadik vasárnapján az egyház keresztelő Szent Jánost állítja elénk, emlékeztetett beszédében Buda Péter szemináriumi rektor az egri érseki palota udvarán rendezett ünnepségen. Amint elmondta, az örvendezés vasárnapja is ez, hiszen János is örvendezve várta, hogy elérkezzen az Úr. Hozzátéve, keresztelő János biztos volt abban, hogy az Isten nem csapja be és beteljesíti ígéretét. Ez a hit volt, ami a boldogságot adta számára, ami az örömöt adta szívébe. Amikor mi advent közepén összegyűltünk, mi is ugyanezt a boldogságot érezzük. Várjuk az Urat, de azzal a bizonyossággal, hogy el fog hozzánk jönni karácsonykor. Kedves testvérek, eszünkbe juthat az a szó, amit Jézus mondott a föltámadás után Tamás apostolnak. Boldog vagy, mert láttál és hittél, és boldogok azok, akik nem látnak és mégis hisznek. János még nem látta az Urat, még nem találkozott Jézussal, amikor már tanúságot tett róla, és öröm volt a szívében. Kedves testvérek, néha mi is úgy érezzük, hogy mintha messze lenne tőlünk az Úr, vagy néha úgy érezzük, hogy milyen jó lenne látni, de töltsön el bennünket is az a boldog öröm, amit Jézus mondott, hogy nem látjuk őt, hanem várjuk őt itt az advent közepén, és ez a várakozás már ez is örömet ad a szívünkbe. A rektori gondolatok után az egri Andrássy György katolikus közgazdasági szakgimnázium diákjai adtak betlehemes műsort, majd az érseki palota látogatóközpont által meghirdetett betlehem készítő pályázat eredményeit ismertette az elbíráló bizottság elnöke dr. Löffler Erzsébet. Amint tájékoztatott, az egyházmegye számos iskolája és óvodája kapcsolódott be a versenybe, amelynek eredményeként 97 darab alkotás közül kellett kiválasztani a legszebbeket, legötletesebbeket. A verseny győztese végül a Jászberényi Terplán Zénó Ferences szakgimnázium 9. osztálya lett, emellett pedig számos külön díj született. Az ismertetést követően az ünneplők a palota épületébe vonultak, ahol Buda Péter rektor megáldotta az alkotásokat. A betlehemes kiállítás január 6-áig tekinthető meg a látogatóközpontban.